Sziasztok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. 8. évad második rész kibeszélő, és mielőtt elkezdenénk, tisztázzunk egy dolgot. Ez a Trónok harca. A Deja Vu. Fantasztikus epizód. És mielőtt félreértenéd, az, hogy fantasztikus volt, nem jelenti azt, hogy nem fogok benne kritizálni ezt-azt. Oksa? Jaime skalpolásával kezdünk. Danny hozzáállását az előzetes elemzésben már elmondtam, tehát nem fogom ismét elmondani. Érdekesnek találtam, hogy Jaime konkrétan az arcukba vágta, hogy itt van az aranykompánia, a Blackfyre ház száműzött hadserege. Érdekel valakit? Nem igazán. Beszéljük meg, hogy Jaime miért nem az a szarkupac, aminek mindenki gondolja. Tehát jöttek itt azzal, hogy megtámadta Nedet. Persze, hogy megtámadta. Kathleen foglyul ejtette az öccsét. Mi a zsákomat kellett volna csinálnia? He was taken at my command. Ha mondjuk Cersei foglyul ejti Arya-t, csak egy példa, akkor biztos lehetsz benne, hogy ebben a szituációban Eddard lett volna az, aki neki megy Jaime-nek. Akkor azt mondanád, hogy Ned egy szarember? Nem. Persze, hogy nem. Mit meg nem teszek a szerelemért? Ez volt az a mondat, amit Jaime mondott, mielőtt kilökte Brent az ablakon. Brienne arról az időszakról beszél, amikor a véres komédiások elfogták őket. És ugye Locke volt a neve annak a csávónak, aki levágta a kezét. Tetszik a konfliktus. Sansa meghozza a döntést. És Dany instant Jonhoz fordul, hogy majd ő igazat ad neki. De nem. Na most ezt is tisztázni kell. Dany karakterét felépítették úgy, hogy az a nő, aki mindent megváltoztat. Felszabadítja a rabszolgákat, és ő lesz az, aki eltöri a kereket, azt a kereket, ami eltiporja a közembereket, és egyre nagyobb és nagyobb hatalmat ad a vezető réteg kezébe. Azt is tudni kell, hogy a vastrón egy szimbólum. A meghódított királyságok meghódított katonáinak kardjából készült. Tehát aki erre ráül, az a megtestesült hódító. Az, hogy felszabadította a rabszolgákat, igazán szép és nemes cselekedet volt. Azt is megértem, hogy egész életében arra vágyott, hogy ráülhessen a kardokra. De akkor most melyik? Ő az igazságos felszabadító, vagy csak simán egy ugyanolyan hódító, mint bárki más? Így jön majd a képbe Varys, aki észre fogja venni, hogy Dany nem annyira jó, mint gondolta. Tehát el fogja árulni. És nagyon jól teszi. Spoiler következik, aki nem szeretné tudni, hogy kiüldözi Arya-t, az tekerjen bele a feltüntetett időpontra. Szóval tudjuk, hogy Arya mögött valószínűleg az éjkirály van. Ugye kérdezősködik, hogy milyenek, hogyan harcolnak, hogyan lehet őket megölni, stb. Arya-ból egy mozgó fegyverraktár lett. Szóval majdnem biztosra mondom neked, hogy saját küldetésének fogja tekinteni, hogy megölje az éjkirályt. Mint kiderült, Brent nem igazán érdekli már, hogy mi történt akkor, ami valahol jogos. Bár továbbra sem értem, hogy miért kellene meggyilkolni Jaime-t azért, mert rosszat tett Brennel. Holott Kathleen elvitte a sasfészekbe Tyriont, ahol a szó szoros értelmében halálra ítélte. Tehát maradjunk annyiban, hogy én nagyon nem csípem azt, amikor két fél konfliktusában csak az egyik felet hallgatják meg. Nagyon tetszik, hogy Jaime az egyetlen, aki rögtön kérdőre vonja, hogy Dany valóban más lenne. Mármint nem úgy, hanem hogy más természet. Cersei tényleg terhes, legalábbis Jaime ezt állítja. Tehát visszautasította a bort és jelezte Tyrionnak, hogy azért, mert terhes. Ez okés. De aztán ismételten borozik, és nem egy kupával, hanem folytatja az alkoholizmust. Majd behívta az ágyába Euron Greyjoyt, aki azt mondta, hogy bele fog rakni egy herceget a hasába. Tehát most akkor az a terv, hogy megszületik Jaime gyermeke, és Cersei úgy adja majd elő, hogy az Euron gyermeke, ezzel magához láncolva a vasszülötteket. Tehát nem tudok mást elképzelni, de majd csinálok egy külön videót erről a gyermek témáról. Úgy képzeltem el, hogy az ágyamban halok meg, 80 évesen borral teli hassal és egy nő szájával a farkamon. Ismerős mondatok. How would you like to die, Tyrion, son of Tywin? In my own bed, at the age of 80, with a belly full of wine and a girl's mouth around my cock. Hmm.
Tehát igen, szeretném kiemelni, hogy Deres körül nem más társnak, mint Várárkot. Fantasztikus! Azt is tudjuk, hogy ezt az árkot fel fogják gyújtani, ezzel megalkotva a gyermekek védőtüzét, csak kicsit terjedelmesebb módon. Jamie és Brienne Deresben egyébként nagyon szép kis metafora. Özvegykönny és hűség az a két kard, amit a Starkok ősi kardjából jégből kovácsoltak újra. A kard ismét hazatért. Apróság, de szerintem nagyon jó. Jorah felidézi az utazásukat Tyrionnal. Tudod, amikor keresztül hajóztak Valérián, ahol amúgy élő ember soha nem hajózott keresztül, de érted. Dannynek és Jorahnak is igaza van. Tyrion hibákat követett el. Nagyon komoly hibákat. Miatta vesztették el égi kertet, miatta vesztették el a Targaryen flotta jelentős részét, stb. Tyrion a kisember, akinek hatalmas árnyéka van. Ezt ne felejtsük el. Sansa arról beszél, hogy Tyrion mennyire tisztességes volt vele akkor, amikor a nász éjszakájukon azt mondta, hogy nem fog hozzáérni addig, amíg Sansa nem akarja. Amikor ők ketten beszélgettek, Sansa arcát imádtam. Emlékezzetek kisúj tanítására. A man with no motive is a man no one suspects. Always keep your foes confused. If they don't know who you are or what you want, they can't know what you plan to do next. A férfiak ostobaságokat tesznek akkor, amikor szerelmesek. Pontosan erre figyelmeztette őt Aemon mester. Nem fogok hazudni, amikor Theon meg Sansa megölelték egymást, akkor én éppen hagymát ettem, tehát ez volt az oka. A fattyak csatája volt az, amiben Jon kikapott és kisúj megnyerte nekik. Ugyebár Davos kicsit meghatódott, amikor megjelent a kislány. Miután a fia, Matos, felrobbant a fekete víznél, utána Stannis lánya, Shireen hercegnő volt az, akire úgy tekintett, mint saját lányára. Tehát nagyon szerették egymást. De aztán a hercegnőt felgyújtották, szóval talán az ő emlékét látja benne. Szerintem mindenki egyetért velem abban, hogy amikor Tormund felbukkan, a jelenetet ő viszi. Mérföldekkel. Mint kiderült, az éjkirály nem megy el erdő mélybe, hanem nyílegyenesen Deresnek tart. I took this castle from you. Let me defend you now. Theon meg fog halni. Ezt nem kell túl gondolni, ez a hős leszek, de biztos, hogy meghalok. Párbeszéd. Kicsi utalás. Tyrion adja meg a jelet a meggyújtásra Davosszal. Annak idején ő adta meg a jelet, hogy felgyújtsák Davost. Tehát itt a terv. Kirakják Brent az istenerdő közepére. Őt fogja védeni a két sárkány. Pontosan tudjuk, hogy a sárkányokat könnyen megöli. Tehát ennek annyi értelmét látom, hogy így akarják felvezetni a sárkányok táncát. Tyrion közeledése Bran felé nagyon tetszik. Ha visszaemlékszel, Tyrion volt az, aki előállt ezzel a különös nyereggel, hogy Bran is tudjon lovagolni. Tyriont egész életében úgy kezelték, mint egy fizikailag sérült embert. Tehát ez az oka annak, hogy együtt érez Brennel. Torgó Nodó és Missandei párbeszéde kellemes, de ordítóan egyértelmű, hogy a makulátlanok kapitánya meg fog halni. Ha azt kérdeznéd, hogy ezt honnan tudom, onnan, hogy arról beszéltek, hogy elmennek Missandei hazájába. Egy szigetre, amit úgy neveznek... North. Azon a szigeten olyan pillangók vannak, amik 2 perc alatt megölnék szürke férget. Tehát elég egyértelmű. Ja, amúgy ott van Szellem. Itt van egy érdekes mondat. Sam valóban túlélte az első öklét. Továbbra sem tudjuk, hogy miért nem ölték meg, de Sam szerintem különleges. Valamiért. Graham volt az, aki megtartotta a kaput. Az ő halálát ugye az óriások királya okozta, akit úgy neveztek Magmar. Pipar torkát pedig Ygritte, Jon szerelme lőtte át. Na, innentől kezdve a történet megér egy Oscart, de inkább 2. Szóval Tormund elpoénkodta a történetét, de azért viszonylag hiteles. Valójában az történt, hogy egy napon túl messzire lovagolt a táboruktól, meghalt a lova és elkapta egy hóvihar. Egy olyan igazi északi hóvihar. Tehát keresett magának egy alvó óriást, felvágta a gyomrát és belemászott. Mint kiderült, az óriás egy asszony volt,
és amikor tavasszal felébredt, azt hitte, hogy Tormund a gyermeke, mert a hasában volt, érted? 3 teljes hónapon át szoptatta, és aztán Tormund elszökött. Tehát nem ölte meg, de az óriás vész jobban hangzik, mint az óriás kölyök. Tehát innen kapta a becenevét. Tehát nem, Sandor nem Arjáért harcolt, hanem az aranyért, amit kapni akart érte. Apróság, de nem mindegy. Arya karaktere nagy fordulatot vett. Ezt a hány nővel voltál eddig kérdést mindenki megkapta már, tehát együtt érzünk Gendryvel. Először is. Az a felső póló ugyanaz, amit még Braavosban viselt. Ezek a vágások konkrétan nem tudom, hogy honnan származnak, de... feltehetőleg akkor szerezte őket, amikor az árva minden nap elverte őt. Nem tudom. Alapvetően várható volt, hogy ez lesz. Tehát oké, nem akart úgy meghalni, hogy még szűz, de hát ilyen 50-50. Nem rossz, de nem is jó. Megalakult a gittegylet, és hát azt kell mondanom, hogy elképesztően jó volt. Tehát ezek a párbeszédek mindent vittek. Brienne egész életében arról álmodott, hogy lovag lesz. Jaime teljesen jogosan vetette fel az ötletet, hiszen őt nem más ütötte lovaggá, mint Sir Arthur Dayne, a hajnal kardja. Tehát technikailag Brienne lovag lett. Annyi a különbség, hogy ő nem Sir, hanem Dame. Tehát valóban voltak olyan nők, akik ugyanolyan lovagok voltak, mint a férfiak, csak az ő megszólításuk más volt. Egyébként aki azt állítja, hogy nem örült együtt Brienne-nel, az kamuzik. Sir Duncan a magas, a 7 királyság lovagja. Most itt van Brienne, aki szintén magas és a 7 királyság lovagja. Van még valakinek déjà vu-je rajtam kívül? Jorah megkapta átok szívet, tehát Sam ismét megmenti az életét, hivatalosan. Gior Mormont emlékéről beszél, aki az apja volt, az ő emlékére fogja forgatni. Ódonkői Jenny egyszer magával hozott egy erdei boszorkányt. Ez a boszorkány volt az, aki megjósolta, hogy Azor Ahai a hős, második Eris, az őrült király, és Rhaella Targaryen vérvonalából fog megszületni. Ők Daenerys szülei. Jennynek volt egy szerelme, a szitakötők hercege Duncan. Na ő eldobta a koronát, és Westeros halottakban fizette ki a nászajándékot. Mivel eldobta a koronát, illetve semmibe vette a már előre elrendezett házasságát, ezért fellázadtak ellenük. The ones who'd been gone for so very long, she couldn't remember the names. They spun her around on the damp old stones, spun away all her sorrow and pain. A dal nem véletlen. Jon lesz a szitakötők hercege, aki eldobja a koronát azért, mert szereti Jennyt, azaz Daenerys-t. Tehát csak hogy tisztázzuk, ennek semmi jó vége nem lesz. Podrick hangja az arany. Ugye többen azt mondták, hogy olyan, mint amikor Pippin énekelt Denethornak, és igen, de ezzel mi a baj? Én azt mondom, hogy az legyen a legnagyobb problémánk, hogy a gyűrűk urához hasonlítjuk. Hiszen az már azért jelent valamit. Itt azt kell mondanom, hogyha elképzeled magad Dany helyzetébe, ugyanígy reagáltunk volna. Tehát nincs ebben semmi. Mi az első gondolata? A vastrón. Igen, bár továbbra sem értem, hogy minek zongoráznak a jogokkal. Tehát attól a pillanattól fogva, hogy a vastrón üres, akkor majd beszélhetünk arról, hogy kinek van hozzá joga. De egyébként Jon térdet hajtott neki, tehát milyen jogokról beszélünk? Ha Jon király akar lenni, az árulás. Ez van. Az ott Béla, azaz ő kardja, tehát nem sárkányon jön, ami érdekes. Amúgy most, hogy így megmutatták az összes mást, egyre kevésbé hiszek abban, hogy bármi esélyük van arra, hogy túlélik. Szóval igen, ez lett volna a 8. évad második rész kibeszélő. Ti mit gondoltok az epizódról? Az ehhez a részhez tartozó kérdezfelelek videó kérdéseit legyetek kedvesek a komment szekcióba leírni. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!